Az őszivetések közül valamennyi szántóföldi növény aratása befejeződik a héten a megyében. A gazdáknak problémát okoz a gyakori esőzés, mert akadályozza a betakarítást és a learatott termés minősége is romlik. Ugyanakkor a sok csapadék a napraforgó és a kukoricavetéseknek jót tett. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, a pontos termésmennyiség csak a betakarítás után lesz végleges, de azt már látják, hogy tavalyhoz képest idén rosszabb hozamok várhatók. Amit vártunk is az aszályos tavasz után, gyengébbek a termések a tavalyitól. Egyedül a repce sikerült jobban a megyeiben, mint a tavalyi átlag, a többi az mind pár mázsával alul maradtak a tavalyhoz mérten. Nagy kereslet kínálkozik most a szalm után. Az elmúlt napok híradásai arról számoltak be, hogy a kevesebb búza miatt számítani kell a liszt és a kenyér árának jelentős emelkedésére. Rácz Imre úgy véli, ez nem következik be feltétlenül. Én nem mondanám azt, vagy nem jósolnám azt, hogy magában hordozza, hogy a kenyér ára fog emelkedni. Egyébként a búzának az ára a tavalyi terméstől elmaradva nyilván valamennyivel jobb, mint a tavalyi, de annyival nem tér el, hogy ez a sütőipar ezt a lehetőséget, vagy ezt az okot kihasználná. Én úgy gondolom, hogy olyan mértékű ez, hogy emiatt nem fog emelkedni a kenyérára. Rácz Imre hozzátette, az esetleges kenyérár emelkedést, inkább az előállítási költségek növekedése, valamint a sütőipart is sújtó jelentős munkaerőhiány okozhatja.